Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntelek a virágvasárnap Isten tiszteletünkön. Gyertek, mondjuk el az előzőház. A mi segítségünk jön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 2023 virágvasárnapján, szinte hihetetlen, hogy már virágvasárnap van. A mai Isten tiszteletünkön lesz vallásoktatás is, úgyhogy az Isten tisztelet első része a gyerekeké. De még mielőtt a vallásoktatás kezdődne, énekelni fogunk a 266. énekünkkel, ez egy pünkösdi ének. Dicsérjük az Istent, zendüljön a hozsánna, zendüljön a hozsánna, Krisztus győzelme napján. Mi történt? Ott van a képen. Szerinted mit láttok ott a képen? Lacika, mit láttam a képen? Aha, Jézus megjött Jeruzsálembe. Ezt mi úgy mondjuk szebben, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. És ki látja van a képen, hogy Jézus hogy vonult be? Minek a hátán? Na, ebben az oldalról senki sem bátor? Egy szamárnak a hátán, így van. És aki el tudja mondani azt is nekem, akár a felnőttek is benevezhetnek, hogy miért éppen szamárnak a hátán, és milyen héber ószövetségi profécia valósul meg. Elég a proféta neve. Na, felnőttek is benevezhetnek, ki profétálta meg. Lehet bátran mondani. Na, melyik volt az a híres proféta? Senki sem. Na, azt.
Nem az angyalok voltak, hanem Zakariásunk. Na jól van, köszönöm szépen, nyertetek, úgyhogy megkérem Mártit, hogy a díjat kiossza nektek, és tartson egy szép jó vallás órát. Sokkal szebbet, mint amelyeket én tudnék. Sziasztok! Mikrofon van, neked tényleg? Lehet engem hallani? Igen. Rég találkoztunk, nagyon jó titeket újra látni, úgyhogy kezdjük akkor a gyerek Isten tiszteletet hittanórát a szokásos kis énekünkkel, jó? Egy imával. Énekkel és imával. Lássam a kezeteket szépen. Rajta. Nyisd ki a kezed, csukd be tenyered. Nyisd ki a kezed, csukd be tenyered. Tapsoljunk hát egyet, kettőt, szép hangosan megszezendőt. A kezem, csukd be tenyered, kulcsoljad össze, tedd a tiltedre. Én kisgyermek, imádkozom, néked atyám, hálát adom. Amen. Isten hozott a titeket, és hát ahogy Csaba is mondta, most nem az ünnepnek a történetében megyünk, mert azt már tavaly tanultuk, hanem megyünk tovább azzal a történet, amit elkezdtünk, és amit Csaba ügyesen helyettesített a múlt alkalommal, amikor nem tudtam mit lenni, de folytatjuk azt a történetet. Emlékeztek, hogy mi volt a kereszt történetünk ott? Mit vettünk? Így van, hogy teremtette Isten a világot? Na, ezzel fogjuk majd folytatni. De mielőtt oda mennénk, azt szeretném, hogy kérdezni tőletek, hogy tegye az a föl a kezét, aki a szüleivel szokott beszélgetni olyan dolgokról, ami régen, aki szüleiteknek az életében történt, mondjuk a gyerekkorában, vagy a fiatal volt, milyen volt akkor az élet, egy-kettő kéz, többiek nem? Még egy pár kéz, jól van, szuper. Ki az, aki megkérdezte a szüleitől azt, hogy hogyan találkoztak? Az anyukák és az apukák hogyan találkozott? Van, aki megkérdezte? Szuper, ki szeretné elmondani? Pikáns részeket hagyjuk ki. Tessék? Hangosan. Ugyan dolgoztak. Aha. És aztán a valaki mondta, hogy hello, aztán bla bla bla. És bemutatkoztak egymásnak, és ugyanarra a munkahelyről. Nagyon jó, micsoda véletlenek vannak, ugye? Tessék. Cserkészetbe találkoztak. Milyen jó cserkészet, látjátok? Igen. És utána az anyám egy pici házba jött, és utána találkoztak egy kávézóval. Egy kávézóba találkoztak. Mennyi csoda van itt, látjátok, hogy hogy találkoznak össze az emberek, vagyis a szüleitek, és milyen fantasztikus az, hogy az Úristen valahogy jelentezte, hogy a legmegfelelőbb társak rendelte az anyukádnak, az apukádnak, és az apukádnak pedig az anyukádat, hogy milyen csodálatos, nem, hogy ők így megtalálták egymást. Hát képzétek el, hogy ez azért kérdeztem meg tőletek, mert ez úgy kapcsolódik a történetünkhöz, hogy ott is ez történt, hogy az Isten kereste a legjobb társat az első embernek, és hát persze fordítva is, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan is történt az, amikor az Isten a legjobb társat kiválasztotta az első embernek. Most is kell majd nekem egy kis segítség ahhoz, hogy eljátsszuk ezt a történetet. Vannak segédeim? Lesznek segédeim? Szuper! Akkor kezdjük a szerepeket, kezdjük a legkisebbekkel. Kell majd nekem néhány kis állatka. Mik lesznek az állatkáim? Itt van egy pár, szuper, ketten mennek egy jó. Van egy pár állatkám, jól van, ti tudjátok, hogy milyen állatkák is lesztek, ugye? Nagyon jó, oké, akkor ti maradtok majd az állatkák. Aztán kell nekem két fa. Ki szeretne fa lenni? Itt van egy fa. De olyan fa kell, aki tudja tartani azért a kezét egy jó darabig, aki két fa. Van két fa. Szuper. Egyelőre maradjatok még a helyeteken, majd hívlak titeket. Aztán szükség van egy emberre. Téged kis hívlak, ide le is feküdhetsz, jó? Te vagy az élettelen ember egyelőre. Majd megteremtünk. Ennyi nem terjedtem. Jó? És szükségünk lesz egy emberasszonyra.
És hát még egy utolsó szereplő kell, aki megteremti ugye az utolsó nap, a hatodik napon az ember, és megtalálja hozzá a élő társat, hát az pedig maga az Isten. Szóval szükségünk van egy Isten. És az lehet, hogy most Adél fogom arra megkérni, jó, hogy ő lesz a teremtő. Ő lesz nekünk az Isten. Úgyhogy kezdjük is el a történetet, és figyeljük meg azt, hogy hogyan teremtődött az első ember életében, pár, és aztán úgy is látszik a saját életetekben, hogy nektek vagy az szerető. Na. Amikor az Úristen az eget és a földet megalkotta, még semmiféle mezei fő nem volt a földön. És semmiféle mezei növény sem volt. Mert az Úristen még nem bocsátott a földre esőt. Ember sem volt, aki a földet üzelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután az Úristen az embert a föld porából megformálta. És az életet lehelte vele. Így lett az ember élőlény. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát. Szemre kívánatosat, eledelre jót. Az élet fáját, és a kert közepén, és a másik fát pedig a jó és a rossz tudás fáját. Hát az élet fája, és a jó és a rossz tudás fáját is megalkotta. Az Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze, onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Fogta tehát az Úristen, az ember, és elhelyezte az Éden kertben, hogy megművelje a földet, és őrizze azt. Ez itt minden. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből létezett. Az előző. Tehát a kert minden fájáról szabadon ehet, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehet. Mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal napos. Még nem eltél róla, az majd a következő óra lesz. Aztán ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzá idő segítő társat. Ez most már... Szóval nem jó az embernek egyedül lenni, csak Isten alkot hozzá idő társat. Formál tehát az Úristen, formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot. Annak az állatkát. És menjetek az Úristenhez, megformált titeket. És azért formált az Úristen, hogy felvonultassa őket az ember előtt, és felnézzek, és először is két okból. Először is, hogy elnevezze őket valaminek, aminek ő szeretné, mert az ember nevezte el őket. És hogy megnézze, hogy vajon jó társa lehetne az embernek. Na nézzük az első állatkát. Az első állat, ha ide vonulna az ember elé, hogy megnézzük, hogy hogyan nevezze el. Első állat, ha erre kéne vonulni. Jó lenne, hogy az életet társadalmat.
csak a nyuszival érjed. Köszönjük szépen, nyuszika. Következő állat. Ki lesz az? Ilyen állat. Kutya. Még egy nyuszi jött ide. Őt elfogadnál társa? Biztos? Nem vagy. Következő. Na, szóval milyen állat vagy vajon? Válogatos az ember, ugye? Annyi állatra föl van a előtte, és egy is a jó társa. Egy vajon milyen állatka lehet? Nagy ormánya van, úgy látom. Nagy ormánya van. Kíjó. Ormánya van. Elefánt. Igen. Szeretnél egy elefántot életet társán? Nem. Hát egy is a feleltek. Az Úristen annyira igyekezett olyan állatokat, elvonultak, hogy előttek, hogy élete társa lehet. Te, hogy az Úristen sokkal jobban tervez neked. Úgyhogy, mély álmot bocsátott az Úristen az emberre. Ha mély álmot bocsátott az Úristen az emberre. És az elaludt. Akkor kivette az egyik oldal tornáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen, asszonyán formálta, és oda vetette az emberhez, közben az ember is felébre. És akkor ezt mondta az ember. Ez most már a csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vettétek. Ő lett az asszony ember, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, és ragaszkodjon a feleségéhez, és ezért lesznek ketten egy testét. Köszönjük szépen! Egy nagy kapcsot a szokásoknak! Nagyon ügyesek voltak az állatkák, ügyesek voltak a fák, Ádám és Éva is. Úgyhogy, na hát ezt a történetet azért akartok elétek hozni és hozzátok hozni, mert ahogy láttátok, hogy Isten is megtalálta a megfelelő társat, az embernek, mégpedig az emberasszonyt, amit később őt úgy fogjuk hívni, később, hogy Éva. Ezért fiú. És ahogyan mondtátok, a ti anyukátok is megtalálta az apukátokat, és az apukátok, és az anyukátokat. Hát képzétek el, hogy ez veletek is így fog történni egyszer, hogyha majd felnőttök, nektek is lesz egy társatok, akit az Úristen rendel nektek. Mi feladatom az lesz, hogy megtaláljátok ki az, akit az Úristen nektek rendel, és akkor felismerjétek, és elköteleződjetek hozzá. Egyszer, amikor én középiskolába jártam, egy katolikus középiskolába jártam, és lehet, hogy akkor volt, és egy szerzetes nővér
tartotta a lelki gyakorlatot, és akkor, 10 évesen, azt mondta nekem, és velem is maradt, hogy már most el kell kezdeni imádkozni a társadért. És ha már most elkezdesz, akkor rosszan megtalálod majd azt, akit az Úristen neked rendel. Én is ezt szeretném a ti szívetekre helyezni, már most kezdjetek el imádkozni azért a társatokért, aki majd egyszer az életetek társa lesz. És majd a következő alkalomban látjátok, hogy ez az együttlét nem mindig alakul úgy, ahogy kell, de mégis ő a legjobb társ számodra, aki az életedben a legjobbat hozza majd ki belőled, majd éppen alakítja rajta. Úgyhogy még egy nagyon gyors összefoglalót szeretnék, mert szeretnék nektek adni egy ajándékot, ezzel le is zártuk a teremtés történetét. Ha emlékeztek rá... Én emlékszem! Jaj, de jó! Akkor az első napon mit is teremtett az Isten? Fényet. A fényt. A második napon? Az égboltot. Az égboltot. A harmadik... A napot, és a holdat, és az égi testeket. Az ötödik napon a vízi állatokat, és a levegőket, a légi állatokat, pontosan. És a hatodik napon az embereket, és a föld, és a földi állatokat, a szárazföldi állatokat. És a hetedik napon mit teremtett? Semmit nem teremtett. A hetedik napon megnyugodott és megpihent, mint a vasárnap is ilyen ugye. Megnyugodunk és megpihenünk, és arra költjük a vasárnapot, hogy feltöltődjünk, és az Istennel találkozzunk. Azért én utánkom a vasárnap. Úgyhogy ez a hetedik nap, a nyugalom napja és a megszentelődés napja. Ezért szeretnék nektek ajándékban, hogy ezt ne felejtsétek el. Még egy kicsit ürelem. Egy könyvjelzőt, ami a hét napot ábrázolja, hogy ne felejtsétek el, oda hátra kiteszem arra a kis szekrényre, és amikor mentek, akkor majd egyet vehettek belőle. És hogyha marad, akkor lehet, hogy ez a tagja is tudnak egyet venni belőle. Köszönöm, nagyon ügyesek voltak, köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük szépen! Akkor egy rövid imádság és áldás után engedünk benneteket az iskolába, mi pedig folytatjuk a vasárnap Isten tiszteletünket. Gyertek, tegyük össze a kezdünket, gyerekek, és rövid imádsággal fejezzük be a vallás órát. Köszönjük Istenünk, hogy ma is tanulhattunk, ma is hallhattunk rólad, erről a világról, és arról, hogy ez a világ és benne minden a te ajándékod számunkra. Hát, hogy ebben a világon és ezzel a világgal jól és helyesen tudjunk élni. Áld meg a tanárok munkáját, áld meg a szülők áldozatvállalását, mennyei édesatyán, és áld meg ezt a gyermeksereget, hogy valóban a tied lehessen és a tied is maradhasson. Ezt kérjük tőled az Úr Jézus nevében. Amen. Legyetek jók, ha tudtok, sziasztok, jó tanulást, és találkozunk a Bocskai teremben. A közösség pedig énekel, a 8. énekünket fogjuk énekelni. Keressük meg a 8. énekünket, nem? A 268-at egy kicsit haladtam előre. Még egy szép világvasárnapi énekünk van, úgyhogy a 8. az ezután jön, de először a 268-at keressük meg. 268. ének, örvendezzen már a világ, mivel rövidek ezek a versek, a 268. énekünknek mind a 4 versét énekeljük, tehát örvendezzen már a világ.
testvérek, fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, valóban azt szeretnénk, hogy alázatos, tiszta lelket vigyünk most elén, de tudjuk, hogy sokféle bűn, sokféle meghasonlottság terhel bennünket, és tiszták csak akkor lehetünk, ha Te megmosol bennünket a nagypénteki áldozat vérében, a Krisztus áldozata által bennünket tisztára nyilvánítasz. Most alázatosságot hoztunk magunkkal, hogy megvalljuk gyarló, bűnös voltunkat. És arra kérünk Téged, hogy készíts bennünket úgy, húsvét nagy hetében, hogy valóban le tudjuk tenni a bennünket tőled elválasztó terheket, bűnöket a nagypénteki kereszt alá. Hogy húsvétkor valóban tudjuk boldogan énekelni, hogy alleluja, alleluja, feltámadt az Isten fiú, él örökké odafent. Mi tudjuk, hogy él örökké odafent a mi Urunk, azért ő benne kérünk, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Hát, hogy valóban találkozzunk benned, egymással, és hát, hogy meghalljuk azt az üzenetet, amelyel Te keresel minket. Ezt kérjük tőled, Jézusban bízva. Amen. Testvérek, a 80. énekünk következik. A 80. énekünk egy versszakos, ez új reggel arra serkent, hogy minden Isten félő így énekeljen, szent, 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 amaz, örökké ég. Kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna áldott, aki jön az Úr nevében. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogy megvan írva. Ne félj, Sion leánya, mert íme a királyod jön szamár csikóriban. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból.
Ezért is vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Mindig gond és külön kihívás egy ünnepi igehirdetés, hiszen olyan történetekről kell beszélni, amelyeket számtalanszor felolvastunk, melyeket számtalanszor hallottatok. És ezért mindig gond megtalálni azt az üzenetet, amely bennünket itt is most, ebben a mai világban és mai környezetben meg tud érinteni. És valószínűleg ismételni fogom önmagam. Elkerülhetetlenül, de remélem, hogy bocsánatos bűnként. Ugyanis számomra már hosszú ideje, hosszú évtizedek óta a virágvasárnap a választás alkalma és a választás ünnepe. Az István királyban van benne, a magyar rokokorában, Szörényi szövegében, hogy te kit választanál. Számomra ebben van a virágvasárnap üzenete, illetve ez a feszítő kérdés, és nem mindig, és nem minden helyzetben tudnám elmondani magamról azt, hogy határozottan tudnék dönteni. Világvasárnap, ezelőtt mint egy 2000 évvel, aztán a kerekszámokat jó, mert ez így kényelmes az ige hirdetőnek is, meg kényelmes az ige hallgatónak is. Jézus bevonul Jeruzsálembe, valószínűleg a tanítványaival és egy jó pár szimpatizánssal. És a bevonulást a Zakariás próféta jövendőlése szerint koreografálják és dramatizálják. Jézus szamárcsikon vonul be. Jézus alázatosan vonul be. És ebben az alázatos bevonulásban ott van a rejtett üzenet. Ha tavaly előtt is itt voltatok, biztos, hogy emlékeztek, beszéltem róla, hogy ilyenkor a Páska idején minden esztendőben Jeruzsálemnek a nyugati kapuján állt, volt egy másik bevonulás is. Ez rendszerint évente mindig rutinszerűen megismétlődött. A mindenkori római helytartó, ebben az esetben ugye Pilátus, vonul be Jeruzsálembe két okból. Az egyik az, hogy ő is ott legyen az ünnepen, minden helytartó imádja, hogyha a figyelem középpontjában lehet, ezért helytartó. De ugyanakkor azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megmutassa azt is, hogy Jeruzsálemben ki az Úr. Róma nevében jön, római katonákkal, légiósokkal,
Annak minden külső pompájával, gyönyörű szép lovakkal, harci kocsikkal, dárdákkal, római fegyverzettel bevonulnak, hogy megmutassák, hogy Jeruzsálem ide vagy oda, Jávé ide vagy oda, a főpapság ide vagy oda, itt Róma, illetve a Rómának a helytartója az. És Jeruzsálemben mindig nagy tömeg van ilyenkor. És azért a tömeg az nem változik. Az mindig is kíváncsi volt a fényre, a pompára, a dübörgésre. És most képzeljétek el magatok elé Jeruzsálemet, az ókori várost. Ugye lelki szemetekkel lássátok ezt a két tömeget. Egyik felén nyugatról jön Pilátus katonai zenével, lovakkal, légiósokkal és minden egyébben. Körülötte a bámészkodó tömeg. Egyik felén a városnak jön be az erőszak, a hatalom, a mindenkori hatalom. És akkor gondoljatok a város másik kapujára, ahol jön Jézus Szamárháton, alázatosan, békésen. És a kérdés egyszerű. Te kit választanál? Te hova igazodnál? A nyugati kapuhoz? Mindenkori hatalomhoz, a világ normalitásához, hiszen az a világ normalitása, vagy pedig Jézust választanád, azt a kisebb közösséget. Persze én tudom, hogy a fejünkben ez úgy él, Jézus dicsőséges bevonulása, hogy ott hatalmas nagy tömeg. Persze, minden relatív, nem tudjuk, hogy hányan lehettek azok, akik Jézust köszöntötték, mennyi tanítványa, mennyi szimpatizánsa, mennyi kíváncsiskodó volt. De egy dolog felől nincs benne a szövegben, persze nincs benne. De egy dolog felől biztos vagyok, ismerve az emberi történelmet és az emberi természetet is valamennyire, hogy a Pilátus bevonulásán sokkal többen. Az érdekesebb, az izgalmasabb. A tömeg, a nagyobbik része valószínűleg Pilátust, a római hatalmat és a világ rendjét választotta. Ezért lett számomra legalábbis a világvasárnap a választás vasárnapja. Te hova állsz? Oda állsz-e a kis közösséghez? Az alázatos messiáshoz, aki Szamárháton jön? És talán még nagyobb kérdés ennél is számomra, hogy ki tartasz-e emellett a döntésed mellett? Szamárcsikón jön a világ megváltója, és a tanítványa először nem értik. Ha eldöntötted, hogy mellette állsz, és vele akarsz lenni, van-e olyan hited? És ez már a második kérdés. Hogy akkor is mellette maradj, amikor nem érted őt. Ugyanis valljuk be őszintén, és ez szerintem közös hittapasztalatunk, hogy én sokszor nem értjük az Urat. Hát miért nem azt csinálja, amit mi gondolunk? Hiszen mi olyan jól tudnánk ezt intézni. Jeruzsálemben is ott voltak az övéi. Hát, most miért nem veszi át a hatalmat, az országot? Miért nem
foglalja el a templomot? Miért nem kergeti el a korrupt főpapságot, a római megszállókat? Miért? Ezerféle miért volt akkor is a Jézus szimpatizánsai, tanítványai, követői szívében, gondolatvilágában. Akár hányan is voltak, ahol Jézus bevonult, és játszhatunk a számokkal, 100-an, 200-an, 300-an. Hányan maradtak meg a keresztal, szerintetek? János evangéliumát olvasom. János evangéliuma szerint, tudjátok, hogy hányan? Miután Jézus nem azt csinálta, amit ők jónak véltek volna, vagy látták volna, vagy gondolták volna, hányan maradtak meg? A tanítványok közül, a férfiak közül csak egy, az asszonyok közül többen. Minimum kettő az asszonyok közül. Az asszonyokat nem mindig nevezi meg a Szentírás. Néha ezt a többes számot használja is asszony. Szeretett tanítvány marad meg a János evangéliuma szerint egyedül. És akkor mondja Jézus a híres mondást, hogy innen a te anyád és mi a te fiad. Egyen. Szóval nem olyan könnyű elhatározás ez, hogy én a Jézusé leszek, és én vele maradok, bármi is történjen, és bármi is legyen. És ha ennél a második kérdésként még maradhatunk egy pár másodpercet, akár tanításként is megfogalmazhatom azt, hogy nem kell, nem feltétlenül kell mindig érteni, amit az Úr tesz. Nem kell mindig egyet érteni vele. A mi atyánkban ott van az a kulcsmondat, amit olyan sokszor elmondunk, de szinte soha nem veszik komolyan. Melyik az a kulcsmondat, miért ide vonatkozik? Legyen meg a te akarat. Aztán még sincsen, mert mi másképpen mi jobban tudjuk. És lázadunk, és sokszor eldöntjük, hogy ez így nem mehet. Mi hátállunk akaratlanul is, vagy néha szándékosan, az ellenség oldalára, a másik tömegnek leszünk a tagjai, ilyen is van. És harmadik üzenetként fogalmazok meg egy vigasztalást. Miután bűnbánattal beláttuk azt, hogy sokszor mi is lázadunk az Úr döntései, az Úr cselekedetei, az Úr tervei ellen. Legyen ott az a vigasztalás, hogy ettől függetlenül, sőt ennek ellenére, ennek dacára, és talán ez a helyes kifejezés, ennek dacára, feltámadt Jézus elmegy, és megkeresi az övéit, elmegy értük Galileába, elmegy értük Jeruzsálembe, akkor függ, hogy melyik evangéliumot olvas. Megjelenik nekik, és újra összegyűjti őket. És közülük csak egy része az evangélium szerint. De ezt is az Isten titkára kell bízni, az álló Júdás. A többieket megkeresi. Szóval, ha mellette döntünk egy világvasárnap, az életünknek egy napján, ha engedjük, hogy bevonuljon, használjuk ezt az elcsípelt, de mégis jó képet. Bevonuljon a szívünkbe, akkor legyen ott az a vigasztalás is, hogy nem hagy bennünket elveszni.
és értünk jön. És megkeres bennünket, és visszahoz. És minden ember, minden hívő ember valószínűleg ha őszinte magához, akkor elmondhatja, hogy már régen nem lennénk az Isten közelében, ha ő nem jött volna utána. Nem egyszer, nem kétszer, ki tudja, hogy hányszor. Mert nekünk ilyen királyunk van. És az utolsó összehasonlítás, tényleg az idő miatt az utolsó. Aki elárult a Pilátust, aki elárult a római császárt, azt rövid úton kivégezték. Felségsértés. A pogány voltál kereszt, ez volt a szokás. Ha a római állampolgár voltál, éles kard. Ha pedig nagy ember voltál, mint Pilátus, akkor számüzetés. Én számüzetésben hallom. Szóval ott nincs bocsánat. Aki beáll a világnak szolgálni, és a világ hatalmasainak szolgálni, és a világ hatalmasainak fejedelmének szolgálni, aki maga a sátán, az kegyelemért, vagy kegyelemre ne reménykedjen, mert ott nincs kegyelem. Tehát egy darabig úgy tűnik, hogy jó lesz az a menetelés, de ott nincs kegyelem. Ennek az ellentéte a mi Urunk Jézus Krisztus, aki Szamár csikónak a hátán, hogy egész pontosan fogalmazott, jön be Jeruzsálembe, és jön be a mi szívünkbe is. Ő nála kegyelem volt. Kegyelem volt Péter számára, aki háromszor tagadja meg, de kegyelem volt Tamás számára, aki ugye semmiképpen nem hitt. Kegyelem volt Pál számára, aki odáig ment el, hogy a keresztényeknek, a Jézus első követőinek a kivégzésében tettes társ volt. Nem úgy kegyelem volt, apostol lett belőle. Szóval te kit választasz? Nagyon nem mindegy. Választasz. Nem mindegy a földi életedre nézve sem, és nagyon nem mindegy az örökké valóságra nézve sem. Bizony, bizony. Választál bölcsen, és választál úgy, hogy mindig számíthass arra az Úrra, aki nem hagy el. Aki érted jött, utána megy, aki megkeres, és akkor fejezzük be a Lukács evangélium szavaival. Az Zákeus történetben van az a nagyon szép mondat. Szerintem ezt minden kereszténynek kívülről kéne tudni. Így szól ez a mondat. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elmondja. Amen. Válaszolunk az igére, és azt kérjük, hogy hinni tanítson az Isten bennünket. Egy vers a 120. énekből, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you.
Gyertek testvérek, itt fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyám, légy áldott ezen a szent napon a nagy hét kezdetén. Légy áldott, hogy te jöttél értünk és elibé. Jézusban emberré lettél. Nem csak azért, hogy megmutasd, hogy milyen az, amikor valaki a te arcodat hordozza. Nem csak azért, hogy megmutasd, hogy milyen az igaz ember, hanem azért is, hogy az igaz meghallhasson a bűnösökért, hogy ebben a halálban, ennek a halálnak a misztériumában te megbocsáss mi nékünk, hogy értünk jöhess, bármilyen messze sodródunk tőled, hogy megbocsáss nekünk, hogy magadhoz emelj minket. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor nem, hogy nem értünk téged, de lázadunk ellened. Bocsáss meg azt, hogy sokszor balek módon engedjük magunkat elsodorni a gonosz szolgálatába. Bocsáss meg azt, hogy sokszor ezt kész akarva is megtesszük. Hát, hogy valóban meg tudjunk térni, és vissza tudjunk térni hozzád. És köszönjük, hogy ma eljöttél értünk. Eljöttél a szent lelked és igéd által, és azt mondtad nekünk, hogy te szeretsz minket, te megbocsájtasz nékünk, te magadhoz ölelsz, és nem lehetünk olyan messze tőled, hogy te meg ne találj minket. Hát, hogy valóban tudjunk most úgy dönteni, hogy a tiéd lehessünk. Hogy ezt vállaljuk, és hogy ezt meg is tudjuk tartani a te segítségeddel. Imádkozunk ezért a világért. Hát, hogy ebben a világban több legyen a békesség, az alázat. Nagyon elég volt már a Pilátusokból, nagyon elég volt már a díszes felvonulásokból, elég volt a fegyverekből, elég volt a kivagyiságból. Mi mindig elmondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Hogy legyen minden úgy itt a földön, ahogy a mennyben van, ezt kérjük most tőled. Nem a büntetést, nem a véget, hanem a megújulást és az új kezdetet kérjük tőled. Úrunkat, hogy közelebb lehessünk napról napra a te országodhoz és a te világodhoz. Menjen édesatyánk, vagy nekünk elcsendesedést a nagy hétre, halálhatos megékezést a nagy péntekhez. Hát, hogy kitörő örömmel tudjuk majd énekelni húsvét vasárnapján, hogy nincs már szívünk félelmére nézni a sírunk fenekére, mert tudjuk a Jézus példájából, hogy mi lesz a holtak korából. Hát, hogy ezt tudjuk énekelni, lelkesedve, örvendezve, hogy te megváltottál minket. És ez biztos, olyan biztos, mint amilyen biztos az, hogy te itt vagy velünk, és mi itt vagyunk veled. Ezt kérjük tőled, Krisztus Jézusban bízva. Amen. Testvérek, a csendes imánkat mondjuk el, utána pedig hangosan, közösen a Jézus imáját.
Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most is mindörökké. Ámen. Foglaljuk helyet. Az 80. énekünket terveztem, de végig énekeljük, nem fogjuk végig énekelni, de énekelünk belőle, mert ez egy nagyon szép ének és nagyon-nagyon-nagyon találó. Készít bennünket a húsvétra is, az Úr Szent Bárányára teszem le bűnömet. Énekeljük az első két verset. Csütörtökön, nagy csütörtökön nem tartunk beszélgetést. Különösen azért nem, mert hát, Marcel és Engelszről kellett volna beszélnem, és úgy gondoltam, hogy a nagy csütörtökön csak ne a latrokról beszélünk. Szóval hagyjuk őket most békén. Van elég bánatunk velük kapcsolatosan. Na szóval elmarad a csütörtöki beszélgetés, de szerintem nagy csütörtökön mindenkinek van elég baja. Nagy pénteken van Isten tisztelet. Nagy pénteken nincs úrvacsora, csak azoknak, akik eljönnek a templomba, de nagy alkalommal, tehát vasárnap, az ünnep első napja nem tudnak eljönni, és szeretnének menni úrvacsorát. Hirdetem az úrvacsorával kapcsolatosan azt, hogy mivel nálunk a sákramentum az Jézus
testét és lévét valóságosan jelképezi, és itt mind a két szó fontos, a valóság és a jelkép is. Odahaza is vehettek úrvacsorát, ha nem tudtok eljönni. Csak készítsétek el a kenyeret és a bort egy kis pohárba. Mondjátok el velünk az imádságot. Mondjátok el velünk a szereztetési igét, és nyugodtan vegyetek velünk úrvacsorát. Ennek a gyülekezetnek lassan több tagja van az interneten és a széles nagyvilágban, mint sokszor itt a templomban. Legalábbis a számok ezt mutatják. Amit mi tudunk követni a különböző internetes felületeken. Ez egyszerre jó is, meg egyszerre nem is, de ez van ebben a világban én. Vasárnap, jövő vasárnap lesz istentisztelet, természetesen. 11:30-tól nem tudom, valamennyi angol lesz benne. Ezt általában mindig ott szoktam eldönteni az istentisztelet elején, hogy végigmegyek a templomon és megnézem, hogy hányan vannak olyan, akik nem beszélik a mi nyelvünket. És hogyha többen vannak, akkor egy kicsivel több angol lesz benne, a kevesebben, akkor egy kicsivel kevesebb. De a terv az, hogy nyilván szólunk azokhoz is az igehirdetésben, akik nem beszélik a mi nyelvünket. Úgyhogy hívunk unokákat, férjeket, feleségeket, akik nem beszélik a mi nyelvünket. Szólunk hozzánk is, vegyenek részt az Isten tiszteleti közösségben. És úrvacsorai közösség akkor lesz, ugye a vasárnap Isten tiszteleten. Ebédek. Én péntekre főzök nektek egy jó bableves. Nem lesz benne csülök, nem lesz benne ilyen dolog, de jó lesz. Megeszitek? Ha eljöttek, akkor igen. Na, még egyelőre nem tudom, hogy mi lesz húsvétkor, de hát azért még olyan húsvét nem volt, hogy valamilyen ételünk ne legyen, úgyhogy én nagyon gondolkodom, hogy valami lesz húsvétkor is, nem tudom még mi és hogy, de majd most az istentisztelet után megbeszéljük, hogy legyen valamilyen magyaros étel húsvétkor. És a nagypénteki vaglevestén, nagy csütörtökön, ahelyett, hogy engelszről meg alszról beszélni, megfőződnek, szerintem jó cserél, nem? Úgyhogy lesz egy jó vagleves. Ez biztos. A húsvéti ebédet azt nem tudom, de én nagyon szeretném, hogy legyen ebéd, és ezt azért mondom, hogy aki ebben meg akar engem is meg akar erősíteni, akkor az a szóljon és a támogatásával is erősítsen ebben. Ma is van ebéd, a mai ebédet az iskola készítette le, a szülői közösség. Ilyenkor, ha ebédeltek, a magyar iskolát támogatjátok, tegyétek meg, biztos, hogy finom csirkepörkölt lesz, úgyhogy gyertek és ebédeljetek. Más hirdetésem így hirtelen nem jut eszembe, ha van, akkor majd a bocskaiban még elhiabálom. Múlt héten legyen hála az Úrnak, temetésünk nem volt, úgyhogy ezt nem kell hirdetnem. A betegekért imádkozzunk, és imádkozzunk a békességért, és akkor várnak szeretettel nagypénteken. A nagypéntek istentiszteletet 11:30-tól, húsvét vasárnap után pedig 11:30-tól a húsvéti úrvacsorás istentiszteletre. Köszönöm szépen, az utolsó énekünk pedig a nemzet imája, Isten áldjon magunkat.
tehát szeretett testvéreim, de hogy mindezeket tudjátok és várjátok, igyekezzetek, hogy az ő tisztának és feketetlennek találjon ő benneteket békességben. Az Úr Jézus kegyelme legyen a végünk. Amen.